Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, jöjjön kis Battlefield 1, jöjjön, hogy milyen hatással van ránk a suppression, és ez hogyan befolyásolja a játék, és mennyiben változott a Battlefield 4 és 1, tehát 4-től 1-ig, és hogy mennyiben alakítja át ez a játékunkat, és kényszerít rá minket arra, hogy egy bizonyos játékstílus játszódjunk BF1-en belül, ugye. Aki látta a fegyverek megértése a második rész videót, javaslom, ugorjatok el, nézzétek meg, ha nem láttátok, ott beszéltünk arról, hogy hogyan működnek a fegyverek, és most egy kicsit aféle bizonyítás lesz rá, hogy milyen játékstílusra kényszerít rá minket a Battlefield, és hogyan fontoljuk meg a lépéseinket ezen a játékon belül. Nos, akkor beszélgetni fogunk egy kicsit a suppressionről. Lőjél rám, úr? Figyeljétek a kilengést. Még. Lőjél, lőjél. Azaz. Hogyha látjátok most a sniper, lőjél, nem mondom, hogy dobba. Lőj körém. Ez az. És ha figyeljétek most a snipert, hogy mennyire kileng, lőjél. Ne hagyd abba a lövést. Ha figyeljétek most a snipert, hogy hogy kileng, ugye shift-el lehet levegőt venni, ha nem vesz, ha csak akkor tudsz venni levegőt, hogyha nem lőnek rád. Hogyha lőnek rád, nem tudsz levegőt venni, sőt, eltalálni sem tudod az illetőt. Lőjél rám, ne hagyd abba. Eltalálni sem tudod az illetőt, hogyha kilengésed van gyakorlatilag. Akkor tudod, hogy már újra tudsz venni levegőt és kilengésed van, hogy már nincs a kilengésed, hogy a feketéről visszavált homályosra, a homályos feketére visszavált tisztára, jobb oldalt, ha látjátok, a képernyőt. Na most ez van távolról, ez történik, és gyakorlatilag teljes mértékben megakadályozza, hogy rálő az ellenfélre. Tehát még hiába tartod ott a célkeresztet, akkor is lőjél. Félre fog mozogni, és egyszerűen nem adja be ez a történés. Viszont, hogyha, állj meg egy kicsit, most ne lőjél, hogyha közelebb kezdünk menni, mondjuk egy ilyen közelharci csata részhez, most lőj rám. Tehát ezen a szinten, akármilyen fegyverrel vagy, tehát ezen a közeli szinten gyakorlatilag nincsen suppression, vagy sokkal, de sokkal több golyó kell ahhoz, hogy szupresszeljenek, szóval ebből levonhatjuk a következtetést, átváltasz egy izére, ez supportra, Gomi. Ebből levonhatjuk a következtetést, hogy közel harcban minden fegyverre másképp hatnak a sebzések, szóval ezzel a játék gyakorlatilag rákényszerít minket még egy sniper esetében is, hogyha már közel vagy az ellenfélhez, akkor mindenképp közel kerül hozzá. Hogyha tömegbe kezdesz el játszani gyakorlatilag, akkor kénytelen vagy rettenetes közel hozzá kerülni az ellenfélhez, ahhoz, hogy ne legyen meg ez a suppression effekt, és gyakorlatilag le tud lőni az ellenfelet, shift-tel levegőt tud venni, és ez így váltakozó minden klasszra nézve, hogy milyen hatással van ránk a suppression effekt, de annyi biztos, hogy minél távolabb vagy, annál könnyebb suppresszelni. Ezzel azzal jár, pillanat még ne lőjél, ez azzal jár, hogy eleve, ha távolabb vagy gyengébben sebzel a gólyaejtés miatt, könnyebben szupresszelnek, és vigyázzat ki, hogyha valaki közel kerül hozzád, azonnal le fog tudni lőni, mert a célzásod egyáltalán nem lesz pontos. És ebben a játékban a szupresszelést a support class hihetetlenül jól végzi. Hogyha meg is mutatom, tehát gyakorlatilag távolról a support... Lőj rám! A support távolról gyakorlatilag... Lőjél? Már ennyire, sőt, távolabb megyek. Közel, lőj közel nyugodtan, de szupresszelj, ahogy illik. Eltalálsz. Szóval gyakorlatilag, ha figyelitek, tehát rettenetesen jól működik a suppress, és
nagyban megakadályozza azt, hogy eltaláljuk az ellenfelet. Várja. És ha közelebb megyünk, ugyanúgy, tehát magyarul közel harcra kerül a sor, most kezdje el rám lőni? Akkor ugyanúgy nincsen meg ez a suppression effect. Szóval ez az a táv, most leteszteljük, várj egy kicsit. Most ez az a táv, és leteszteljük, hogy hol az a táv, ahol már a suppression be fog ütni. Kezdje el lőni? Tehát ezen a távon már kell egy legalább 6-7 golyó ahhoz, hogy a suppression beüssön, és ha ehhez közelebb sikerül mennünk, egy közelharci csatában teljes mértékben előnyünk lehet, mert a suppression nem fog beütni, vagy csak nagyon-nagyon-nagyon későre. Köszönöm szépen! Szóval ezekből a tapasztalatokból el lehet ugye mondani, hogy elég közel kell kerülni az ellenfélhez ahhoz, hogy le tud lőni az illetőt, effektíven le tud lőni az illetőt, hogyha távolabb kerülsz, ne lőjél, hogyha távolabb kerülsz, akkor már nagyon nehéz dolgod van. Tehát, ha például snipert akarsz játszani, vagy egy olyan távolságból lövöd őket, ahol már nem tudnak szupresszelni, de minél távolabb vagy, annál könnyebb szupresszelni, levegőt visszatartani már nem tudsz, tehát ebből adódóan közel kell kerülj hozzá, hogy le tud lőni az ellenfeledet, ott kezdődik, ez változik minden klasszra, de minden klasszal egy biztos, hogy közel kell kerülj az ellenfeledhez ahhoz, hogy effektíven tud játszani ezt a játékot, magyarul benne kell légy az akcióba. Ez természetesen megfontolásra ad néhány taktikai lépést is ebből a szempontból. Nos, most, hogy elkezdődik a játék, én köszönöm a figyelmet, ennyi lett volna, Necrotrio voltam, a következő videókig, sziasztok!